A Múzeumok Világnapját 1977 óta tartják meg május 18-án. Ezen alkalomból a Szekszárd-Ivosinszky Mór Múzeum is megemlékezést tartott. Múzeumi Világnap keretében tartjuk most már több mint 10 éve a Ivosinszky emléknapunkat, aminek az az oka, hát egyrészt a Múzeumi Világnapról annyit, hogy 1977-ben hoztak erről egy döntést, hogy a múzeumoknak a szélesebb körű megismerése miatt érdemes egy ilyen világszerte megtartott emléknapot tartani. A múzeumokban folyó munkákra próbálják ezáltal felhívni a figyelmet. És múzeumunk is már nagyon régóta csatlakozott ehhez a világnapos programhoz. Olyannyira, hogy 1989-ben, ezen a napon, május 18-án, hát ugye most május 17-e van, amikor nyilatkozom, de most 18-a hétvégére esik, de 1989. május 18-án, ezen a napon vette föl az intézményünk az alapító igazgató Ivosinszky Mórnak a nevét. És ez adta az ötletet, hogy ez erre rá csatlakozva egy Ivosinszky emléknapot, tehát tulajdonképpen a múzeumunknak a születésnapját is ünnepeljük. Mint minden ünnep alkalmából, ilyenkor azért próbáljuk megtalálni azokat az embereket, támogatókat, akik sokat tettek az intézmény működésért, sokat támogatták önzetlenül, és ebből adódóan a Ivosinszky emlékplakett kerül átadásra, illetve a múzeum dolgozói közül Ivosinszky díjat is adok át minden évben. Úgyhogy ez most is így fog történni. Nekünk ez egy nagyon fontos és saját történelmünkre nagyon büszke közösségként. Nagyon fontosnak tartjuk ennek az emléknapnak a megtartását, folyamatos megtartását. Ivosinszky emlékplakettet kapott az eseményen Tóth Gáborné, Bogár Éva, a Bogár tanyán végzett hagyományőrző munkájáért, a Ivosinszky díjat pedig Sejler Katalin, aki már 10 éve a múzeum munkatársa. A megemlékezésen köszöntőt mondott Csötönyi László, a Kultúra, Civil Szervezetek Város Marketing Bizottság elnöke, aki kis történeti áttekintéssel kezdte meg beszédét. Az előző évekhez képest azt gondolom azért lehet talán nagyobb nyomatékkal hangsúlyozni Ivosinszky Mór nevét, mert mindannyian tudjuk, hogy 170 évvel ezelőtt, 1854. márciusában született. A jelenlévők azt gondolom azt is tudják róla, hogy lengyelkösség jelentős fordulópont volt az életében, hiszen ott bukkant az úgynevezett török sáncon egy olyan 7000 éves neolitikus kultúra nyomaira, amelyeket azóta a régészeti szakirodalom a lengyeli kultúra elnevezéssel tart számon. Ahogyan az is köztudott, hogy a kutatásainak a fő támogatója a helyi földbirtokos gróf Apponyi Sándor volt, és vele határozta el, hogy megalapítja Tolnavár megye múzeumát. Elmondta továbbá, a megyei múzeumi épületek közül ez az egyetlen, ami eredetileg is múzeumi célokra épült. Eztán Ivosinszky Mór Keleti utam emlékei című művének előszavát olvasta fel, ezzel is erősítve azon kijelentését, miszerint több Ivosinszkyhez hasonló emberre lenne szükség napjainkban is. Ha a nemes jótékonyságnak fillérei valahol ezerszeresen gyümölcsöznek, úgy az bizonyára a keleti missziók ügye által történik. Hálásan kell itt megemlékeznem a nagy érdemű közönségről, mely oly lelkesen karolta fel jelen munkámnak első kiadását úgy, hogy rövid néhány hó alatt a 700 példányból álló első kiadás teljesen elkelt, s második kiadást kellett rendeznem. Épp elelkes felkarolással tetemesen támogatta a nagy érdemű közönség a keleti misszióknak jótékony ügyét, amennyiben részint az első kiadásnak tényleges, részint a második kiadásnak reménybeli tiszta jövedelméből összesen 1000 frankot juttathattam a jelzett jótékonysági célra, melyről hírlapilag számoltam be a nagy közönség előtt. Midőn tehát most a második kiadásnál is munkámnak minél tágasabb körben való terjesztését kérném a szíves olvasótól, nem önzés, hanem a jótékonysági nemes cél érdekében teszem ezt. A nemes cél érdekében. Jó volna minél több ilyet tapasztalni 2024-ben is. Az esemény végén megkoszorúzták a múzeum épülete előtt álló Ivosinszky szobrot.